Magasházi Anikó vagyok, és szeretettel üdvözlök mindenkit a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete nevében. És nagyon örömmel látjuk virtuálisan vendégül dr. Baritz Sarolta Laura, Domonkos rendész szerzetősnővér. A Tudomány a Kocsmában előadássorozatunk most már 4. éve tartó folyamában előadásával. Örömmel látom itt a nézők között több korábbi előadó itt van, Várszegi Asztrik főapát úr, Ró Norbert akadémikus úr, Pókatilla, úgyhogy itt ez minden összeér. Megpróbálom tényleg rövidre fogni a bemutatást, ami nem egyszerű, Laura nővér igen színes életútja miatt sem, és amiatt sem, hiszen mi a diákkorunk első napja óta vagyunk barátnők. Igen. Így végig követhettem személyes életében, hogy egyetem után miként lett sikeres közgazdász, külkereskedő, és azt is, hogy ilyen 30 éves kora körül a hitbeli elmélyülése hogyan vitte egy másik hivatás, a szerzetési hivatás felé. Ebben egyébként közeli régiónkhoz, a kőszegi régióhoz is kötődik, hiszen jelen lehettem Szombathelyen valamennyi állomásán fogadalomtételeinek, és eközben a közgazdászi tudományos pályáját ma úgy mondanák, hogy interdisziplinárisan egyéb tanulmányokkal egészítette ki. 2002-ben 4 év tanulmányi után elvégezte a teológiát, majd ezt követően az etikatanári szakot, és végül úgy döntött, hogy mind ezeket összekombinálva, most már nem a Marx Károly Közgazdasági Egyetemre jött vissza, hanem akkor már a Corvinus Egyetemre, és doktori képzés keretében a mai előadásnánk tulajdonképpen a témájához kapcsolódóan írta meg doktori dolgozatát az emberközpontú gazdaságról, melyről könyve is megjelent. 2014-ben ott lehettem a védésén, ahol azt hiszem, hogy kevés esetben fordul elő, hogy több mint 100 hallgató egy nagy, erős kiállással követte végig a védést a közgazdasági egyetemen az alternatív gondolatokról, és hát innentől eljött az ideje azt, hogy szélesebb körben ezeket a gondolatokat népszerűsítse és terjessze. 2017-ben József Ratzinger alapítványában a tágabb értelem elnevezésű pályázaton 2 díjazott egyike volt, és ezt a díjat tulajdonképpen a tanításért nyert el. A keresztény társadalmi elvek a gazdaságban KETEG posztgraduális esti gazdasági képzést alakította ki a Sapientia Egyetemen, de ezzel párhuzamosan a Corvinus Egyetemen is létrehozott egy emberközpontú gazdaság modul, és ennek a 2 képzésnek tulajdonképpen a honorálása volt. 170 egyetem 362 képzése versenyzett a díjért, tehát egy óriási eredmény volt. De legalább akkora eredmény a díjak közül 2021-ben, hogy Baritz Sarolta Laura szintén 2 díjazott egyikeként elnyerte az Európa Parlament által 2008-ban alapított Európai polgárdíjat, amelyet olyan embereknek és szervezeteknek ítélnek meg, akik valahol a közös megértés előmozdításához járulnak hozzá. Remélem, hogy ez az előadás is ezt fogja elősegíteni, és akkor ennek fényében átadnám Laura nővérnek a szót. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a fantasztikus fölvezetést, és nem is tudom, hogy melyiket ragadjam ki a sok mondat közül, amit mondtál Anikó után, azért a barátságunknál kezdeném, ami a legfontosabb az egészben, hogy valóban mi egymás életútját végigkísértük 18 éves korunktól fogva, és mind a ketten valahol a közgazdaságtanban azt soha nem engedtük el, soha nem hagytuk el, és valahol mind a ketten alkottunk, hiszen Anikó is doktori disszertációt írt, és könyve jelent meg a saját doktoriából, úgyhogy itt is kéz a kézben jártunk. És hát most tulajdonképpen, amit én kiragadnék abból, amit mondott, hogy nekem van teológiai képzettségem és közgazdaságtani képzettségem, hogy az a fajta gazdasági irányzat, amit most csinálok, az pontosan ennek a kettő tudományterületnek az ötvözetéből fakad, a kettőre épül föl. Ugye itt a címbe, a diának a címével látjuk, hogy keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Ez az egyház társadalmi tanításának az egyik mondata, hogy a katolikus egyháznak van társadalmi gazdasági tanítása, mintegy 110-120 éves, 1891-től egészen pontosan fektette le 16. Leó pápa a Rerum Novarum enciklikában ezeket az elveket, és ezek mentén születtek még pápai enciklikák, immár 12-13, aminek az utolsó darabja Ferenc pápa írásai, azon belül is a Laudato Si, ez a legutolsó. De én azt mondanám, hogy ez az egész gazdasági irányzat még korábbra nyúlik vissza, egész Arisztotelészig vezethetjük vissza, hogy ez a fajta emberközpontú alternatív közgazdaságtan itt találja meg az igazi gyökereit Arisztotelésznél, aztán a középkorban Aquinói Szent Tamásnál és más egyéb középkori íróknál és gazdasági formáknál, ezeket majd be fogom mutatni. Tehát ez egy nagyon széles merítés, és most is nem csak a keresztények gyakorolják ezt a megközelítést. Ugye meg szokták kérdezni, hogy mi köze a keresztényeknek a gazdasághoz, miért pancserkodnak bele ilyen komoly tudományba a keresztények. És akkor erre azt szoktam mondani, hogy hát mi köze a kereszténységnek az almatermesztéshez, vagy a búzatermesztéshez, vagy a mérnöki foglalkozáshoz, vagy akár professzorsághoz. Tulajdonképpen a keresztények nem mások, mint kovászok, megtermékenyítik a tésztát, a gondolataikkal megtermékenyítik a környezetüket, és ezzel próbálják előre hajtani a társadalmat és a gazdaságot, és ahogy Anikó mondta az Európa polgárdíjról, hogy hát ezért tulajdonképpen ezért kaptam én, de én úgy mondom, hogy a KETEG, a mi közösségünk ezt a díjat. Hogy kik gondolkodnak így emberközpontúan, és amit az egyháztársnő tanítása mond, ott csináltam egy listát, gyorsan fölolvasom. Polányi Károly, a Nagy átalakulás című könyvnek az írója, teljesen azt mondja, hogy a közgazdaságtan inkább társadalomtudomány, mint természettudomány, és az embereken alapszik. Aztán Szitovszki Tibor, egy amerikai magyar közgazdász, az Örömtelen gazdaság írója, ő is hasonlóképpen gondolkozik. Aztán ide sorolnám József Stiglitzet, aki egy Nobel-díjas közgazdász, de most olvastam egy cikket az Etikus gazdaság címmel tőle, teljesen ezeket a gondolatokat fogalmazza meg, hogy a gazdaság erkölcsi alapok nélkül puszta szó csak. Aztán említeném Elinor Ostromot, aki egy amerikai közgazdász, nemrég halt meg, Nobel-díjat kapott ő is a közlegelők nem tragédiájáról, mert ugye a főáramú közgazdaságtan azt mondja, hogy a közlegelőkön tragédia történik, mert a gazdák tehenei megdöglenek, mert nem tudnak megegyezni, és nincs elég eredel számukra. Elinor Ostrom viszont kb. 1000-1500 esettanulmánnyal bizonyította, hogy a gazdák összetudtak fogni, és van kooperáció a közlegelőkön. Tehát ők teljesen ennek az alternatív emberközpontú gazdaságnak a mentén írt és gondolkodott. Aztán mondanám Amartya Szent, egy indiai közgazdász, aki a Harvard Egyetemen is tanít, és ő is Nobel-díjat kapott. Herman Daly, San Franciscói közgazdász, For the Common Good, a közjóért, ez a címe a könyvének. vagy Amitai Etzioni, szintén amerikai közgazdász, aki a legfelsőbb 100 értelmiségi között ott van, tehát akit legjobban díjaznak Amerikában. Magyarországon mondhatnám Uzsdai Istvánt, egy egyetemnek, egy külföldi egyetemnek a professzorát, Róna Pétert is mondhatnám, akinek egyes gondolatai szintén megegyeznek az emberközpontúsággal, vagy Muhammad Yunuszt, ugye a bangladesi bankárt, aki Nobel-díjat kapott a banki modelléért. Aztán mondhatnám mindenféle hálózatokat, Uniapak, ahol 42 000 vállalkozó mondja ki ezeket az értékeket, ezeket az elveket, akkor egy Blueprint for Better Business mozgalom, amelyik nagy multinacionális vállalatok felső vezetőit tömörít magába, vagy a magyar érmehálót. Hát még sorolhatnák egy csomó mindent, ezt csak azért mondom el, hogy nem olyan kispályás ez a fajta megközelítés, amit most itt hát igyekszem besűríteni az elveit, és ez valóban kovászként tud működni. Tehát látjuk, hogy nem templomba járó, imádkozó emberekről van csak szó, akik ezt hangoztatják, hanem nagyon komoly Nobel-díjas tudósokról, és az ő gondolataik valóban kovászként működnek, mint ahogy minden kereszténynek a tevékenysége is kovászként működik a társadalomban. Tehát Anikó felvezetésében említette, hogy van egy KETEG nevezetű mozgalom, meg képzés, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Ez a KETEG képzés a Sapiencián és a Corvinuson van, és a Sapiencián indulni fog megint szeptemberben a képzés, úgyhogy a Sapiencia TO-ján is lehet jelentkezni. És tulajdonképpen ez egy olyan műhely, amelyik előadásokat is tart, konferenciákat tart, most éppen mindenféle podcast sorozatot gyártunk, konferenciát, online konferenciát szervezünk nem sokára. Úgyhogy hát buzgolkodunk, mi is próbálunk így kovász lenni Magyarországon belül. És igen, tehát az, amit most el szeretnék mondani, azok válaszok ennek az alternatív emberközpontú gazdasági irányzatnak a válaszai azokra a kérdésekre, amelyek fölmerülnek a világban tapasztalható problémáink során. Ilyen kérdés a főáramú gazdaság tekintetében, amelyik ugye az angolszász politikai közgazdaságtan 1800-as évek közepétől, hogy vajon a gazdaságnak a legfőbb célja a profitmaximalizálás kell-e, hogy legyen. Itt rengeteg kritikát olvassunk és hallunk most már, és hála Istennek nagyon sok olyan, megint csak multinacionális vezérek és nagyon jelentős közgazdászok mondják azt, hogy a gazdaságnak a profit maximalizáson kívül más céljai is vannak, ezeket majd be fogom mutatni nem sokára. Tehát, hogy erre a kérdésre, hogy vajon a profitmaximalizálás egyedül a gazdaságnak a legfőbb célja, erre más válaszokat fogunk adni így közösen. Aztán arra a kérdésre, hogy a végtelen növekedés vajon egy jó alternatíva-e a gazdaság számára, szintén választ tudunk adni. Ugye itt a professzor úr említette a körkörös gazdaságot, tehát a környezeti szempontból a parttalan növekedés mindenféleképpen pusztulást jelent, mert egy véges bolygón nem tudunk végtelenül növekedni. Aztán kérdés az, hogy emberképnek jó-e a homo economicus emberkép. Hát most délelőtt készítettem egy podcast riportot Stefano Zamányival, aki a pápának a gazdasági tanácsadója, és ő vezette le éppen, hogy a homo economicus, aminek a legfőbb jellemzője a racionalitás és az önérdekkövetés, mára már egy nagyon elégtelen embermodell, ami nem tudja kielégíteni igazából se a gazdasági, se a társadalmi érdekeket. Itt is majd fogok választ adni, hogy mi lenne az alternatíva. Aztán a non-tuizmus, ez a tu, az ugye latinul a te, volt egy Wicksteed nevezetű 19. század végi angol közgazdász, aki ezt az elvet bevezette, hogy az üzleti tárgyalásokban nem te a másik ember, a személyességet, az érzelmeket, az erkölcsi alapokat ne vigyük bele, hanem csupán csak a racionális önérdekkövetés szerepeljen egy üzleti tárgyalásban. Tehát ugye egy katolikus, nem csak katolikus, de az is filozófiai irányzat a personalizmus, ami azt mondja ki, hogy az ember személy, és a másikban teljesedik ki, ez teljesen ellentmond a non-tuizmus elve ennek. Kérdés, hogy valóban így jó-e a gazdaság, hogyha a non-tuizmus elve alapján áll. Aztán a láthatatlan kéz, amelyik a piaci egyensúlyt van hivatva meghozni Adam Smith szerint, valóban ez hozza meg a piaci egyensúlyt, vagy van-e valami más? Valóban értéksemleges-e a gazdaság, vagyis hogy úgy jó, hogyha értéksemleges, vagy pedig állítsuk értékalapokra. Aztán a noma elv, ami annyit jelent, hogy non-overlapping magisztéria, hogy egymás nem átfedő területek, ez valóban jó elve, hiszen ez azt mondja a noma elv, ez megint oxfordi közgazdászoknak az elve 19. század végétől, hogy sem a filozófia, a teológia, sem a politika nem határolja a közgazdaságtant, tehát ezek önálló területek, és ezeknek nincs közük egymáshoz. Ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, mi ennek a gyökeres ellentétét valljuk, hogy a teológia és közgazdaságtan az egymásra kell, hogy épüljön, és a teológia kell, hogy hatással legyen a közgazdaságtanra. Ezt is el fogom mondani, hogy hogyan. Aztán az utolsó ilyen gondolat, hogy az utilitarista etikai háttér, ugye a haszonelvűségnek az etikai háttere valóban kielégítő etikai háttér-e a gazdaságnak, vagy pedig térjünk vissza az ősi etikai háttérhez, ami az erényetika volt. Ez megint Arisztotelészig megy vissza, a középkorig, újkornak a kezdetéig. Tehát amíg az angol száz politikai gazdaságtan főárammá vált. Na most a marxizmusnak is vannak fölvetései, és erre is ad választ az egyház társadalmi tanítása. Ugye a marxizmus szerint a piac, a profit és a magántulajdon megszűnik, és helyette a terutasításos gazdasági rend veszi át a hatalmat. Hát nem, tehát ez az emberközpontú irányzat azt mondja, hogy a piac fontos, van piac, kell piac, majd ezt is helyre tesszük, hogy hol és hogyan. A profit is nagyon fontos gazdasági elem, profit nélkül nincs gazdálkodás, csak ezt is helyre kell tenni, hogy hogyan és mikor és mi a szerepe a profitnak. És a magántulajdon sem szűnik meg az egyház tanítása szerint, hiszen magántulajdon van, az ember sokkal nagyobb kedvel munkálja meg a saját munkadarabját, akkor, hogyha az az övé, vagy bánik a tulajdonával akkor, hogyha az övé, mint hogyha nem az övé. Csak a magántulajdonnak is vannak különböző oldalai és szerepei és rendeltetése. És aztán még idehoztam a szélsőséges keresztényeknek a gondolatát, akik azt mondják, hogy a pénz és a profit ördögtől való, és itt jövünk vissza, hogy miköze a kereszténynek a közgazdaságtanhoz. Ők azt mondják, hogy a fiatalember ne dolgozzon bankba, mert az nem való egy keresztény fiatalembernek. Tehát ezt is megcáfolja az az egyház, amelyik igazából ezt, amelyik egyes tagjai ezt mondják, mert a legjobb kovász igazából az a fiatalember vagy hölgy, aki ezekre a területekre megy dolgozni, és felvállalja az úttörőnek a szerepét. Hogy mennyire szükség van erre a fajta megközelítésre, azt egy Financial Times cikkel szeretném alátámasztani, amelyik hát 2014-ben jelent meg, de még mindig nagyon is érvényes. Így szól, hogy a pénzügyi válság óta hallgatói csoportok támadják a közgazdasági karokat azért, mert azok nem foglalkoznak a világ legnyomasztóbb társadalmi problémáival, mint például az egyenlőtlenséggel és a globális felmelegedéssel. Tehát a neoklasszikus elvek nem adnak megfelelő választ már a jelenlegi kihívásokra. Kritizálják professzoraikat azért is, mert azok nem tanítják a gazdasági elvek sokaságát. Ugye mi itt a KETEG-ben 3 tantárgyblokkban tanítunk teológiai, filozófiai tárgyakat, ezen kívül látókörbővítésként társadalomtudományi tárgyakat, mint pszichológia, szociológia, politológia, demográfia, stb. Helyett a kurzusok csupán a neoklasszikus modellekre fókuszálnak, amelyek a diákok szerint keveset magyaráznak a 2008-as válságból. Igen, ezt egyébként érzékeljük a corvinusos hallgatóktól is, mert aki fölveszi a mi tárgyainkat, emberközpontú tárgyainkat, azoknak mind nagyon jó a véleményük a képzésről, és mind ezt írják a mi kérdőíveinkben, hogy itt magyarázatokat találnak, és egy sokkal szélesebb látókört és értékrendet találnak, mint a csupán neoklasszikus elvekre koncentráló tantárgyakban. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nagy szükség van a neoklasszikus közgazdaságtannak a know-how-jára is, meg arra is, ahogyan tanítják a közgazdaságtant, tehát a tudásra, arra a tudásra, amit felszednek maguknak pénzügyekből, közgazdaságtan, statisztikából, matematikából, de emellé kell oda tenni azt a fajta társadalomtudományi megközelítést, amelyik aztán a helyére teszi ezt a hatalmas és fontos tudományt, amit a neoklasszikus közgazdaságtan ad. Tehát valahogy ez az ötvözet az, ami teljessé teszi a közgazdaságtant, és a hallgatók, akik ezt hallgatják, erre tapintanak rá, hogy ez így jó. Ugye ezt mondják, tehát amit most én felolvasok, azok a legnagyobb közgazdasági egyetem diákjaitól való kérdőívek kitöltése után születtek. Azt mondják a diákok, hogy szükség van a megközelítések nagyobb számára, a gazdaságtörténet nagyobb hangsúlyára, nagyobb pluralizmusra a közgazdaságtanban, több alternatív hangra, és akkor itt vagyunk. Nagyon sok alternatív közgazdaságtan van még az emberközpontunk kívül, az ökológiai közgazdaságtan, humanisztikus közgazdaságtan. Én a buddhista közgazdaságtant is ide sorolnám, mert ott is nagyon sok pozitívot lehet találni, a buddhista nézetekben, a Corvinuson ennek képviselete van a Zsolnai László professzor részéről. Tehát van egy csomó alternatív közgazdaságtan, és ebbe az emberközpontú gazdaság úgy csatlakozik bele, hogy, mint mondtam, próbálja megtermékenyíteni ezt a gazdasági sokaságot. Nagyobb nyitottságra más társadalomtudományok felé. Hát ez lett volna az alátámasztása annak, hogy van szükség az emberközpontú közgazdaságtanra, és akkor most egy nagyon rövid bemutatkozást tennék, hogy kik azok, akik igazából ezt a az idő folyamán művelték. Hallanak még engem? Igen, nagyon jól halljuk. Jó, köszönöm. Ez a vakság, ez nem olyan túl jó. Na, tehát az erényetikai gazdasági paradigma, mint mondtam, a haszonelvű gazdasági paradigmának a párja a gazdaságtörténetnek a során, csak az erényetikai gazdasági paradigma hosszabb lélegzetű, mint a haszonelvű közgazdaságtan, amelyik csupán 150 évre tekint vissza, az erényetika pedig hát több mint 1000-re. Kezdem én az ókorban Cicerón, Platonon és Arisztotelészem, akik az erényetikát megfogalmazták, és Arisztotelész a Politika című könyvében kifejezetten elemzi a gazdaságot, és különböző gondolatokat ad különböző gazdasági irányzatokról, később majd ezt el fogom mondani, hogy pontosan mik ezek, de hogy tehát már itt náluk föllelhető ez az erényetikai gazdasági felfogás. Aztán a középkorban Aquinói Szent Tamás az egyik, én nagyon szeretem őt úgy apostrofálni, mint közgazdászt, pedig hát azt mondják róla, hogy teológus és filozófus, de a Summa Theologiae című művének a második részében ott kifejezetten foglalkozik gazdasági kérdésekkel, mint a profittal, a pénzzel, a kamattal, stb. Tehát Aquinói Szent Tamás közgazdasági pályára is lépett élete során. A firenzei Szent Antonim egy domonkos érsek volt, Summa Moralis című művében szintén értekezik gazdaságról, vagy a ferencesek részéről Sienai Szent Bernardin, és volt egy intézmény, a Monti di Pietà, amelyik egy ferences jelzálog kölcsönző volt, magyarul egy bank, amely arról volt híres, hogy szegényeknek adott hitelt alacsony kamatra. Tehát az etikus bankoknak ő tulajdonképpen az őse, és megmutatja azt, hogy a bank nem csak ilyen kramatisztikus jelleggel, profitmaximalizálós jelleggel tud működni, hanem igenis van érték alapja egy banki tevékenységnek. Ő náluk éppen a szegényeknek való segítés. Aztán volt egy emblematikus korszak a Olaszországban, Itáliában, a civil gazdaságnak a korszaka, aminek az egyik legjelentősebb alakja Antonio Genovesi volt. Ő egy katolikus pap volt, és egyben közgazdász, és a Nápolyi Egyetemnek a tanszékvezető tanára. Írt egy könyvet az értekezések a polgári gazdaságról, kereskedelemről, és hát itt lefekteti a civil gazdaság alapelveit, aminek az a lényege, hogy a gazdaságnak az alanyai, tehát az alapvető aktorai az ember, az erényes ember, és a gazdaságnak a fő célja az úgynevezett közjólét, ami nem más, mint az emberi boldogság. Tehát a gazdaság az ember boldogságát kell, hogy szolgálja. Ezt mondta ki Antonio Genovesi, meg a civil gazdaság. Genovesi a 18. században élt, és kortársa volt Adam Smithnek. Csak míg a Genovesi az erényetikai vonalat képviselte, addig Adam Smith végül is a haszonelvűsége, de erről is lehetne egy előadást tartani Adam Smithnek az életútjáról, meg a nézetei változásáról, mert őnek is volt erényetikai műve egy másik könyve, ami a nemzetek gazdagságát előzte meg. Tehát még Adam Smith is erényetikai nyomokat mutat fel az életművében. Aztán jött a főáramú gazdaság a 18. század közepétől, az angol száz politikai közgazdaságtan, de ott volt az egyház társadalmi tanítása, mint említettem, 13. Leónak a Rerum Novarum enciklikájával, és ez végig kíséri az egyház társadalmi tanítása a gazdasági társadalmi életet 19. századtól, és itt vannak lefektetve azok az elvek, ami mentén tulajdonképpen gondolkozik az emberközpontú gazdaság, ami nem más, mint az emberi méltóságnak az elve, a közjónak az elve, az igazságosság elve, szolidaritás elve, szubszidiaritás elve, tehát ezek olyan súlyos fogalmak, amelyek szintén megtermékenyítik a világot, és nem csak a keresztények sajátja ez, hiszen az emberi méltóságról az összes világvallás beszél, például igazságosságról is. Aztán ez az erényetikai gondolkodásmódnak a megmaradása tehát a főáramú gazdaság mellett, és egy ilyen jelenség volt a szociális piacgazdaság Németországban, Adenauer kancellársága alatt, akkor az egyház társai tanítása volt a hivatalos ideológiája az NSZK parlamentnek. És ma is vannak társadalmi vállalkozók, akik azt mondják, hogy a profit nem cél, hanem eszköz. Megvan a civil társadalom, ugye, amelyik szintén gazdasági tevékenységet is űz, nem kifejezetten for profit formában. És hát itt vannak az alternatív közgazdaságok, meg a mi kis szervezetünk, a KETEG, az szintén ezt az erényetikai gazdasági paradigmát képviseli. Hát most nézzük meg ezek után, hogy mi a válasz, ha ennyi mindenki gyakorolja ezt az emberközpontúságot. És akkor az első, ugye, amit mondtam, hogy a válasz arra, hogy a profit maximalizálása a legfőbb cél, hogy az a mondata az egyház társadalításának, hogy a gazdaság értelme az emberek boldogságának az elősegítése, vagyis a közjó. Most itt megint egy csomót lehetne értekezni a boldogságról, én most csak annyit mondok ide, hogy a boldogságot ma a hedonizmussal szokták azonosítani, hogy, a kellemes dolgoknak a célként való elérése, és ezt Epikúrosz mondta ki még az ókorban. Tehát, hogy a kellemes dolgokat üzzük, és a rossz dolgokat, a szenvedést pedig kerüljük. Ez volt Epikúrosznak a gondolata. Na most ehhez képest Arisztotelész mást mondott boldogságnak. Arisztotelész azt mondta, hogy a boldogság három tételből áll, az egyik az úgynevezett kiteljesedés. Ez egy nagyon fontos szó, emberi kiteljesedés. Annyit jelent, hogy kitűzzök magam elé egy nemes célt, és ennek a nemes célnak az elérése közben én kiteljesedek, vagyis értékesebb leszek, tökéletesebb leszek, előre haladok az értékeimben, a dolgaimban. Mondjuk egy családnak a felnevelése, egy családnak a gondozása, ez mind-mind megadja, vagy egy alkotásnak a létrehozása, vagy egy munkának egy nemes munkának az elvégzése. Tehát a boldogság így akkor a kiteljesedést adja, mutatja, és ezen kívül még az emberi kapcsolatok tesznek boldoggá, tehát ez is egy nagyon fontos mozzanat, hogy az emberi kapcsolatok azok felhőtlenül boldoggá tesznek, a mély és tartós kapcsolatok, és a harmadik a lelki élet. Arisztotelész ugye kimondta, hogy az ember test és léleknek az egysége, és a test a léleknek az eszköze. Tehát egy hierarchikus rendben feljebb rakta a lelket, és ennek a gondozása boldoggá tesz. Na most a közjó mindennek a boldogságnak az elérését kell, hogy megvalósítsa. Egyébként Szondi Máté, aki egy nagyon neves pszichológus, őt is meghívtuk a mi kis podcast sorozatunkba, ő csinált egy kutatást, hogy a hedonizmus az tesz boldoggá embereket, de alacsonyabb szintű boldogságot ad, mint ez a kiteljesedés képlet, ahol ésszel kitűzök egy célt. Tehát boldogabbak a hedonista, boldogabbak az eudaimonikus módon lévő boldogok, mint a hedonisták. Kell a hedonizmus is, az a boldogság is nagyon fontos, de nem elég. Ami ennél többet ad, az a kiteljesedés. A közjóval tovább menve, a magántulajdon kérdésére válaszolva, annyit mondanék, hogy a magántulajdon az egyrészt a saját szükségleteimnek a kielégítése, utána a családom szükségleteinek a kielégítése, majd a háznépének, vállalkozásom szükségletének a kielégítése, és amíg tisztes tartalékot is képeztem, és még mindig maradt vagyonom, pénzem, akkor az a közösséget illeti. Tehát a magántulajdonnak van egy közösségi jellege, amely egy bizonyos szint után a közösség javát kell, hogy szolgálja. És azért írtam ide Batthyány Statman Lászlót, mert ő nemes ember lévén, orvos lévén arra fordította a vagyonát, hogy a betegei gyógyítsa, kórházakat építsen, stb. Tehát a közjavára fordította, pedig egy gazdag ember volt. Tehát nem muszáj, emberközpontú gazdálkodó, nem muszáj, hogy szegény ember legyen, egy nemes, vagyonos ember is lehet emberközpontú gazdálkodó, hogyha a motivációi megfelelőek és jók. Ami a biztosítékot kiveri a mai világban, az két mondat. Az egyik az, hogy az ember az első a struktúrához képest. Tehát ha van egy gazdasági struktúrám, és benne az ember, akkor egy nagy kérdés, hogy melyik az elsődleges. Ha változtatni akarom a struktúrát, akkor végső soron mihez kell nyúlnom. És akkor a mi válaszunk az, hogy az ember az első. A másik ilyen kérdés az az, hogy a profit nem cél, hanem eszköz. Tehát, hogy a profit az nem egy végső maximalizálandó cél, hanem eszköz az értékteremtéshez. Tehát nem maximalizálni, hanem optimalizálni szeretném. Mi az az optimális profit szint, amely mellett valami értéket létre tudok hozni a vállalkozásomban. Most először megnézzük, hogy az ember hogy tud az első lenni a struktúrához képest. Két képet látunk. Az egyik a McDonald's struktúrája, bekebelezte a kisfiút, mert a struktúra elnyomta az embert. Tehát itt azoknak van igazuk, akik a behaviorizmus talaján állnak. Itt vannak a különböző nevek felsorolva, hogy kik ezek. Ami azt mondja, hogy az ember az felszívódik a csoportban, tehát a csoportnyomás az olyan erős, hogy az ember el is veszíti az egyéniségét és az individualizmusát. Tehát itt a struktúra az elsődleges. Akkor a másik képen látjuk a Gurák 113-as foglyot, aki nem más, mint Placid atya. Ugye itt ez most Asztrik atyának tulajdonképpen egy emlékeztető, hogy Placid atya számomra egy jelképe annak, hogy le lehet győzni a struktúrát, hiszen ő a társaival együtt, ő lelkesítette a társait, és a társaival együtt túlélték a gulágnak a rettentő szenvedéseit, és mindezt azért tudta tenni, mert volt egy olyan belső tartása, egy olyan belső motivációja és egy pozitív szemlélete, ami lehetővé tette ezt, és ezt a fajta megközelítést képviseli a humanisztikus pszichológia, ami nem más, mint Carl Rogers és Abraham Maslow-nak a neve fémjelzi ezt a humanisztikus pszichológiát, és ezen belül pedig egy olyan ágazat, ami a self-determination theory, az önmeghatározós elmélet, ahol azt mondják, hogy az ember végső meghatározója önmaga, és az ember végső meghatározója az a belső motiváció, ami hajtja igazából arra, hogy ezt a fajta kiteljesedést elérje, amit az előbb a boldogságnál elmondtam. Tehát, hogyha erre a talajra támaszkodunk, hogy amit a humanisztikus pszichológia mond, hogy az ember a végső meghatározója önmagának, és ide vesszük még II. János Pál pápának a bűn és erény struktúrái teóriáját, ami azt mondja, hogy ez hiába terjed a bűn strukturálisan, hiába korrupt körülöttem mindenki, a saját korrupt tettemért egyedül én vagyok a felelős, tehát az egyéni felelősség az nem szűnik meg a struktúra mellett. És aztán az utolsó, és ez egy teológiai fogalom, a szabadság, hogy az emberi személy szabad, és ezt a szabadságot a struktúra sem tudja tőle elvenni. Tehát a vallásos ember számára a személy szabadsága azt jelenti, hogy az ember Isten képére teremtetett, és Isten képű, tehát egy olyan egyedi, sajátos és természetes egyén, amiből származik az ő szabadsága, és ezt nem tudja elvenni tőle senki, se fogság, se börtön, se semmi. Most, hogyha ezekre támaszkodunk, akkor tudtuk mondani a definíciónkat, hogy az egyén és a struktúra viszonyában a végső meghatározó az egyén, aki állandó kölcsönhatásban áll a struktúrával. Tehát a struktúra visszahat az emberre, ez kétségtelen, el tudok torzulni a csoportnyomás hatására, de a szabadságomat nem tudom elveszíteni, és a felelősségemet se tudom elveszíteni. Tehát az egyén az elsődleges. Ha meg az ember az elsődleges, akkor most elértünk, hogy miért emberközpontú a mi szemléletünk, a mi gazdasági águnk, mert II. János Pál pápa kimondta, hogy az ember tehát, mint személy a munka alanya. Tehát az ember a gazdasági folyamatban nem eszköz, nem kalkulációs tényező, nem csak a fizetése számít, meg nem csak az, hogy ő milyen munkaerő, hanem a teljes ember, a teljes személy számít, és a munka alanya. Tehát ezért, ha vissza akarjuk vezetni, hogy miért emberközpontú gazdaság a mi irányzatunk, akkor ide tudjuk visszavezetni II. János Pál pápának a Labora Meg Senses enciklikájához. És hogyha az ember az elsődleges, és emberközpontú gazdaságról beszélünk, akkor azt is ki tudjuk mondani, hogy amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend. Tehát végső soron a gazdasági rend az ember értékrendjétől függ. Egy csupa erényetikai ember egész másfajta gazdasági struktúrát valósít meg, mint haszonelvű embereknek a sokasága. Ezt is még el fogom mondani. És akkor most erről egy kicsit elmélkedjünk a haszonközpontú, meg az erényetikai paradigma sajátosságairól, és nézzük meg, hogy igazából hány nagyobb fogalmak hogyan néznek ki a két paradigmában. Milyen a jó? A haszonközpontú paradigmában a jó szubjektív, hasznot jelent, tehát az a jó, ami hasznot hoz számomra, és a hedonizmussal rokon. Míg az erényetikai paradigmában a jó objektív, célra irányul, hierarchikus és racionális. Tehát van egy objektivitása a jónak, mint ahogy megbeszéltük a boldogságnál, a jó célirányos, van egy hierarchikus rend a jókon belül, tehát a legmagasabb hierarchikus jó az a morális jó, a legalacsonyabb hierarchikus jó pedig az anyagi javak, mint eszközök. Aztán a haszonközpontú paradigmában az én kapcsolatban van a másik emberrel, tehát az egyik ember a másiknak az eszköze, és ebben az eszközségben igazából nem egy egyenrangú kapcsolat jön létre, hanem alá fölé rendeltség, és az egyik kihasználja a másikat. Míg az erényetikai paradigmában az én-te kapcsolatban van a másikkal, tehát egyenlő szinten vannak, és az egyenlő szint annyit jelent, hogy tisztelik egymás emberi méltóságát. Az önérdek az egy nagyon fontos megközelítés a két paradigmában, az haszonközpontú paradigmában, amit Adam Smith is értett igazából a nemzetek gazdagságában, az a szubjektivista önérdek, tehát mindenki a saját egyéni érdekét szeretné kielégíteni, és nincs igazán tekintettel a másikra. Most már ez is változik, mert van a felvilágosult önérdek című kategória, de az is azt mondja ki, hogy addig jó az önérdek, a kölcsönösség, ameddig nyerek a másik emberrel való kapcsolatomból. Míg az objektivista önérdek az erényetikai paradigmában, azt mindjárt nézzük, hogy micsoda. Méghozzá annyit jelent az objektivista önérdek Erik Fromm szerint, hogy a valódi szükségleteimben a másik ember jóléte is benne van. Tehát figyelembe tudom venni a másik ember érdekét, és ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha ilyen az önérdekem, hogy belefér a másik ember érdeke, akkor tudunk együttműködni. És ha tudunk együttműködni, akkor nyernyes sémát valósítunk meg, tehát ez a játékelmélet szerint is nagyobb hozamot hoz, mint egy nyervesít séma, és létre tudjuk tudni a kölcsönösségnek a viszonyát, ami egy egész más paradigma, mert a főáramú paradigmának az alapszava a csere és az érdek, a miénk pedig a kölcsönösség, ami ennyit jelent, hogy tudok nagylelkűen, ingyenesen ajándékozva adni a másiknak, és hogyha a másik is ilyen én felém, akkor jön létre a kölcsönösségi viszony. Tehát ez egy feltételes feltétel nélküliség. Az a feltétele a kölcsönösségnek, hogy feltétel nélkül tudjak adni, és ez az ember típus a homo reciprocans, és az első válasz, hogy az első dián, hogy válaszokat adunk a kérdésekre. Itt van a válasz, hogy a homo economicusnak az emberközpontú társa, vagyis hogy helyettesítője, az a homo reciprocans, a kölcsönösségben élő ember. És hogyha csupa ilyen ember van a piacon, ez hozza létre a piaci egyensúlyt, és nincs szükség a láthatatlan kézre. Hát ez nyilván egy modell, mert ugye nem tudjuk elképzelni, hogy egy hatalmas sokaságban mindenki kölcsönösségi viszonyban van a másikkal, de ez egy modell és egy cél, ami felé haladva megint csak kovászként termékenyítjük a tésztát. Igen, akkor az utolsó gondolatmenet az lenne, hogy az volt, ami kiveri a biztosítékot, az az, hogy a profit nem cél, hanem eszköz. Most ezt gyorsan levezetném, hogy a klasszikus görög filozófia szerint van egy hierarchikus rend az értékek között, aminek a legalsó része a holtanyag, a materiális világ. Tehát a materiális világ jó érték, de az érték hierarchiának az a legalsó szintje. És a legfelsőbb szinten pedig az erkölcsi értékek foglalnak helyet, ez Arisztotelésznek és a görög bölcselőknek a meglátása. Aquinói Szent Tamás ezt úgy fejlesztette tovább, hogy ilyen más relációt hozott létre közöttük, és azt mondta, hogy 3 darab értékkategória van, ő jónak nevezte az értékeket. Az egyik ilyen kategória a hasznos jóknak a kategóriája, ez nem más, mint az anyagi javaknak a kategóriája, és ezek eszközök. Aztán a következő jó kategória az erkölcsi jó, amelyiknek az a tulajdonsága, hogy prioritást élvez mindegyik fölött, tehát minden jó között az erkölcsi jó a legjobb. És van a gyönyörködtető jó, a kellemes, ami a hedonizmusban cél, ugye a kellemesről azt mondtuk a hedonizmusban, hogy az egy cél, hogy itt nem cél, hanem kísér. Tehát, hogyha létrehozok egy erkölcsileg jó tettet, mondjuk átkísérek egy nénit az utcán, és hogyha nekem ez örömet okoz, akkor a gyönyörködtető jó kísérte az erkölcsi tettet, de a hedonista azért kísérni át, mert örömet okoz a tett, az eudaimonista pedig azért kíséri át, mert erkölcsileg helyes ez a tett, és ez emellett ott van a gyönyörködtető jónak a kísérő szerepe. Nem minden erkölcsi jót kísér gyönyörködtető jó, gondoljunk egy vértanúságra, vagy egy olyan tetre, amelyik nem szülésre például, amelyik nem áll együtt ilyen kellemes dolgokkal, és éppen ezért mondta Aquinói Szent Tamás, hogy ez kísérő jelenség és nem cél. Tehát ebből az ábrából a leglényegesebb az, hogy a hasznos jók azok eszközök, az anyagi javak azok eszközök, a keserű orvosságot hozza példának Tamás a Summa teológiában, hogy a keserű orvosság is csak addig jó, amelyik segíti az egészségnek, az életnek a létrejöttét. Tehát ameddig más jót segít elő, a hasznos jó, addig jó. De addig nagyon jó, és szükség van rá. Anikó mondta, hogy született egy könyv a disszertációmból, ennek az a cím, hogy 3D gazdaság. Az így néz ki, hogy azért 3D, mert az első 2 dimenzió az a hasznos jóknak, a materiális javaknak a síkja, tulajdonképpen ez egy sík. És a jelenlegi főáramú gazdaság az tulajdonképpen ebben a 2 dimenzióban mozog, a materiális javaknak a dimenziójában, aminek nagyon fontos elemei vannak, mint például a tőke, a pénzügyi eszközök, a marketing és a profit. De ezek eszközök a tamási felfogásban, arra eszközök, hogy elősegítsék a harmadik dimenziónak a létrejöttét, ami nem más, mint az értékek dimenziója, vagyis az erkölcsi, a tamási erkölcsi jóknak az elemei. Ezek az immateriális javak, mint a közjó, a bizalom, igazságosság, szolidaritás, kölcsönösség, maga az élet. Tehát így néz ki egy emberközpontú gazdasági modell, hogy az erkölcsi javak azok meghatározóbbak, mint a materiális javak. A materiális javak úgy jók, szolgálnak ennek a céloknak a létrejöttévé. Tehát ez a modell, hogy a hasznos javakat, az anyagi javakat keretezik az erkölcsi javak és az értékek. Tehát tulajdonképpen a három dimenzióban nem csináltunk más, mint a klasszikus gazdasági elvet, ami nagyon fontos és nagyon jó, a hasznos jóknak a halmazát, kiegészítettük a vertikális dimenzióval, ami az erkölcsi jónak a dimenziója, és így lett komplett igazából a gazdaság, hogy az erkölcsi szellemi értékek jelen vannak a gazdaságban. Pénzről ugyanezt mondjuk el, hogy az erényetikai paradigmában a pénz az érték hierarchiának a legalsó fokán áll, tehát ez is még jó és érték, de a legalsó fokon áll, és mint eszköz a szolgák szolgálja. Én így neveztem el a pénzt, mert hiszen az anyagi javakat is szolgálja a pénz. Míg a haszonközpontú paradigmában a pénz uralja az összes szférát, és a végső célnak Isten helyébe lép. A mammonra emlékezünk, ugye a jézusi példabeszédre. Tehát megfordul az érték hierarchia, és ami az emberközpontú felfogásban legalul van, az a neoklasszikus felfogásban pedig legfölülre kerül, és az erkölcsi jók ott szintén eszközökké válnak. Tehát a profit trónfosztása annyit jelent, hogy a főáramban cél és uralkodik, az emberközpontú felfogásban pedig eszköz és szolgál. Igen, hát igazából ennyit szerettem volna elmondani, de még tudnék mesélni nagyon sok ideig és nagyon hosszasan. És igazából, amit most itt bemutattam, azt a Szapiencián 2 éven keresztül hallgatjuk, de nem csak tőlem nyilván, hanem filozófusoktól, teológusoktól, szociológusoktól, és hát igyekezünk összeszedni olyan tanárokat, akik tényleg nagyon nevesek a képzésben, és hát tulajdonképpen akkor mit is mondjak, én szeretettel meghívom önöket arra, hogy nézenek jobban bele ebbe az egész emberközpontú irányzatba, és akár tanuljanak is, vagy látogassanak el a Szapienciára, és nézzék meg, hogy milyen ez. Köszönöm szépen a figyelmet!